emlékszem. Sziasztok, Matilda vagyok, és igen, ezt a videót aznap veszem fel, mint az előző videót, hogyha valaki nem látta volna, ide belinkelem. És igen, nem öltöztem át, mert nem volt kedvem. Igen, és a mai videó, csak hogy azért tartsuk a rendszert, a havi összegzésem lesz. Bár még nincs vége augusztusnak, mikor én ezt a videót felveszem, de előre tudom, hogy nem fogok több könyvet befejezni, úgyhogy elég biztos vagyok benne, hogy jelen pillanatban tudok tartani egy összegzést, mert azért könyvek számában szép teljesítést nyújtottam. Csak a könyvek 90%-a képregény volt, de térjünk is rá akkor az augusztusi összegzésemre. Hogyha valaki szemfüles volt, akkor már két videóval ezelőtt is tudta, hogy miket olvastam. Szóval, az első könyv, amit sikerült befejeznem augusztusban, az Andrzej Sapkowski-tól volt a Vaják sorozat nulladik része talán. Szóval a nulladik rész a viharidő, és erről igazából csináltam egy külön videót a Barangolás Európában című sorozatom keretén belül, úgyhogy most nem beszélek külön túl sokat erről a könyvről. Ide belinkelem arról a készített kis mondhatni értékelésemet, de nem annyira értékelés, inkább olyan vélemény. Mindegy, a Vaják sorozatot azt szeretem, és ez most egy ilyen kis előzmény történet volt hozzá, amit régóta terveztem elolvasni, és most végre elolvastam. És továbbra is szeretem a Vaják sorozatot. Aztán, ahogy említettem, az ott az első könyv a Vaják, de amúgy 7 könyvet olvastam ki augusztusban, és ebből 6 darab képregény volt, mert elolvastam a Scott Pilgrim képregényeket, szóval ezek kicsit így növelték az olvasás számomat. Igazából minimum 200 oldal, vagy olyan 200 oldal körül van az összes rész, úgyhogy én ezt bőven rendes könyvnek tekintem már innentől kezdve. Szóval elolvastam a Scott Pilgrim kivételes átlag életét, aztán a második rész Scott Pilgrim a világ ellen, Scott Pilgrim végtelen bánata, Scott Pilgrim bekeményít, Scott Pilgrim az univerzum ellen, és az utolsó rész Scott Pilgrim feltámadása. Hát ezekből a képregényekből egyébként készült film is, amit én amúgy nem olyan régen láttam életemben először, nem tudom, hogy eddig már nem láttam egyébként. Aztán így eléggé foglalkoztatott, hogy van belőle ilyen kis képregény sorozat, szóval ugye ez volt eredetileg. És úgy voltam vele, hogy annyira nem éreztem magamban túl sok ambíciót, hogy megint ilyen 300 oldalas tömény folyószöveges könyveket olvassak, mert nem tudom, valahogy ez úgy most kicsit leapadt a lelkesedésem ilyen szempontból. És akkor eszembe jutottak, hogy hát van, akinek a családban ez megvan, és én akkor ezeket el tudom olvasni, és ezek ilyen nagyon maximum másfél órát vesznek igénybe egyesével, szóval ez a hatodik volt a leghosszabb, de szerintem lehet azt olvastam ki a leggyorsabban egyébként. Gyorsan, könnyen, egyszerűen ki lehetett őket olvasni, és úgy kedvem is volt, ráadásul rettenetesen szórakoztatóak, tehát egy ilyen komikus comic book, még jó. Szóval ezeket most azért olvastam, mert úgy éreztem, hogy most ez kell, most egyszerűen nem bírok más könyvet olvasni, ami töményebb, hosszabb, összetettebb, nekem most ilyen könnyed, egyszerű olvasmányokra volt szükségem, úgyhogy azért is ezeket olvastam el. És hát történet tömören igazából annyi, hogy Scott Pilgrim a főhősünk, és ő összeszeretne jönni Ramona Flowers-el, aki egy nagyon különleges, titokzatos lány, akivel ő egyszer csak találkozik, de ahhoz, hogy ők ketten igazán járhassanak, le kell először győznie Ramona 7 gonosz exét, és ezt a 7 gonosz ex legyőzést követi végig a 7 könyv, néhány más dologgal egyetemben, és mindenkinek csak ajánlom, tudom, tehát hogyha valaki ilyen könnyedebb olvasásra vágyik, könnyed szórakoztatóra, akkor mindenféleképpen ezekben nyugodtan bele lehet ugrani. Vagy nézze meg a filmet, mert az is tök jó volt. És tudom, hogy a júliusi összegzésemben is beszéltem erről, de még mindig továbbra is olvasom Fábián Jankától az utolsó boszorkány lányát, és igazából haladtam már jobban vele, mert azt hiszem olyan 100 oldal körül jártam július végén,
azóta már 300-nál tartok, úgyhogy szép lassan, de biztosan kiolvasom ezt is. Haladok, most már sikerült. Úgyhogy talán a szeptemberi összegzésemben végre benne lesz ez is. Mármint rendesen, nem csak így mutogatom, hogy amúgy közben ezt is olvasom, csak nem megy. De az most nagyon nem. Én ezeket a könyveket olvastam augusztusban, kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik könyveket sikerült kiolvasnatok a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!